Már messziről érezni lehetett a finom illatokat a Sirály Parkban, ahol második alkalommal rendezték meg a csülökparádét, pálinka és borfesztivált. A szervezők különböző csülkös ételekkel, kolbászokkal, húsos grilltálakkal és hatféle házi jutúrós lepénnyel várták az érdeklődőket. Mészáros András, a Grill Király tulajdonosa, a rendezvény szervezője, a tavalyi sikeres fesztiválnak köszönhetően gondolta úgy, hogy idén is megrendezik a Sirály Parkban a rendezvényt. Itt Alsóörsön ilyenkor tavasszal, illetve nyár elején nincsen nagyszabású rendezvény, mi azt gondoltuk, hogy csinálunk egyet. A csülök név az onnan származik, hogy nagyon nehezen elkészíthető étel otthon a csülök, tehát nagyon erős illattal jár, sokáig kell főzni, úgy gondoltuk, hogy a háziasszonyoknak egy picit segítünk, és a nevéhez hűen parádéson sikerült tavaly a csülök parádé. Nagyon-nagyon sok embert vonzottunk. Én magam olyan 700 kiló csülköt adtunk el, tehát, és a másik vendégáltató is itt van, tehát hogy te nagyon jól. Az idei is nagyon-nagyon jól sikerült, elképesztően jó visszajelzések vannak, jobbak, mint tavaly. Komolyabb színpadi programokkal is készültünk. A széles választékban persze a névadó vitte a prímet, meg is tudakoltuk, mi a jó csülök titka. A főzés az több órán keresztül tart hagymakarikával, hagymával a levében, illetve egész borssal. Majd utána a mi specialitásunk az, hogy megfőtt állapotában megpirítjuk a rostot, a csülköt, friss fokhagymát adunk hozzá, hagymát pirítunk alá, és így steakburgonyával, tehát héjas burgonyával tálaljuk. Mi 20 évi tapasztalatunk alapja azt mutatja, hogy ez a legkedvezőbb étel a kedves vendégeknek. Hebling Zsolt polgármester elmondta, a település nagy örömmel fogadta ismét a Csülök Fesztivált. A szervezőkkel évek óta jó kapcsolatot ápolnak, így nem volt kérdés, hogy támogatják a rendezvényt. A fesztiváloknak amúgy is nagy hagyománya van Alsóörsön. Elég, ha csak a nyárbúcsúztató és vendégmarasztaló fesztiválra, a Zorál fesztiválra, vagy éppen a Sörfesztiválra gondolunk. Jó konstrukciónak bizonyult, hogy teret adnak a civileknek, vállalkozásoknak is a programok szervezése terén. Így egy óriási lendületet adott egy évtizeddel ezelőtt a települési rendezvény kavalkádnak ez az irány, és egyre több olyan eseményre került sor, amit közösen szerveztünk. A Grill Király, Mészáros András, igaz, hogy második alkalommal van itt ebben a formában, mint egy önálló rendezvény, de ő is kezdetektől fogva, tehát már 10 éves partnerünk, és bizonyított. És nagyon nagy örömmel tapasztalom, hogy nagyon sokan kilátogattak, családok, gyermekek, idősek, minden korosztály, és élvezik a programokat, a gasztronómiát, a finom ételeket, a jó italokat, és együtt töltjük ezt az eseményt. Egy jó közösség formáló rendezvényről van szó, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy folytatása is lesz, sőt, Andrással már egy őszi programon is gondolkodunk, úgyhogy Isten hozott itt mindenkit, és tényleg nagyon örülök annak, hogy ha ez a fesztivál most nincs itt, akkor szerintem olyan sokan nem jönnének ide, tehát a rendezvény vonza az érdeklődőket, úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve, hogy ilyen sokan vagyunk. Hasányi Julianna Balatonfűzfőről jött el ismerőseivel. Csülök pékné módra van a tányérján, erről kérdeztük. Ó, isteni finom, isteni. Komolyan mondom, ez nagyon finom. Nagyon jól, puha, kellemes az íze, csak le a kalappal előttük. Így elkészíteni szerintem otthon nem lehet. Itt ugye nagy tételbe, az ízek azok ugye így jobban összeérnek, ha ilyen nagy tételbe van, úgyhogy sokkal finomabb, mint otthon az ember elkészíti. Jó a hangulat, jó a zene, nagyon sok itt a kirakodó, kézművesek, szóval nagyon szuper. Egyszerre föl, vissza! A finom ételek és italok mellett gyermekprogramokkal és színpadi produkciókkal is készültek a szervezők. Majdnem szerelem volt, és majdnem igazi vár, hogy percig